A Tamási katolikus óvodában járó gyerekek is részesei voltak az eucharisztikus kongresszus tiszteletére állított kereszt avatási szertartásának. A miklósvári parkerdőben nem a most felállított kereszt az egyetlen szakrális hely, hiszen a tőszomszédságában lévő fakápolnát is rendszeresen látogatják mindazok, akik megnyugvást keresnek a mindennapi gondjaikból. Felföldi László pécsi megyés püspök mondott áldást. Elmondta, a kongresszus utóéletének hatására hite szerint változás indul az egyházmegyében, az országban és a világban is, mely pozitív irányba tereli az emberek egymáshoz való viszonyát. Én biztos vagyok benne, hogy akár itt az egyházmegyében, de országosan is, vagy világviszonylatban is elindul egy új, egy szebb, egy több, hisz az eukarisztia, a közösség az valójában szétválaszthatatlan, és ebben fogunk mi is együtt gondolkodni, és nagyon szeretném, ha az egyházmegyében egy valóságos, nem elméleti, nem tervezett, hanem egy valóságos megújulást hozna, hogy újítsuk meg a közösségi életünket, amiben benne van az Isten kapcsolatunk, önmagunkkal a kapcsolat, és természetesen egymással a kapcsolat. Erre a gondolatra fűzte fel beszédét Szilágyi Péter miniszteri biztos is, aki arról is szólt, a most megáldott kereszthez hasonló szakrális jelek segítik az emberek egymással találását. Kimenve a természetbe, ezeket a jeleket követve, talán békében, csendben, nyugalomban talán inspirációt kaphatunk arra, hogy mi is a helyes út számunkra, mi is a megvalósítandó cél, és ezt hogyan kell elérni. Itt a beszédekben többször elhangzott, hogy ide kijöve ebbe a gyönyörű környezetbe, itt nem csak egy keresztet látunk, nem csak egy jelet tapasztalunk meg, hanem itt fel tudunk töltődni, erőt tudunk meríteni, és hogyha sebeink vannak, itt be is tudnak ezek a sebek gyógyulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis jók az ilyen események, igenis jók az ilyen alkalmak, illetve jók azok az ügyek, amiket egy ilyen keresztállításra is szolgálni tudunk. Ezen az eukarisztikus kongresszuson is ebből az alkalom is azt láttuk, úgy mint sok más programon keresztül, hogy azt a magyarságot, amelyik szétszóródva él a nagyvilágban, 10 millió az anyaországban, 12,5 millióan a Kárpát-medencében, de 15 millió a nagyvilágban, ezek a jelek mind össze tudják fogni. Ha most csak az eukarisztikus kongresszusra gondolok, akkor azt látom, hogy ez az rendezvény is össze tudta fogni a világban élő magyarságot, de sok más olyan egyéb rendezvény is volt az elmúlt években. Programok voltak, hogyha halmaztok így, kormányzati programok, amelyeknek az volt a célja, hogy összefogja a Kárpát-medence és a diaszporában élő magyarságot, vagy ha még szélesebb körön akarok fogalmazni, akkor az egész kormányzatunknak az alapja az 2010 óta, hogy a nemzetpolitika méltó helyre, megfelelő helyre kerüljön, és nemzetben és ne országhatárokban gondolkodjunk. Horváth Kálmán Tolnamegye kormány megbizottjának véleménye szerint a jelen nagy feladata a társadalomban jelentkező ellentétek feloldása. Az utóbbi néhány évtizedben az tapasztalható, hogy így elbeszélünk egymás mellett, nem tudunk egymással szót érteni, nem nézünk egymás szemébe, és ezek az események szerintem hozzásegítenek ahhoz, hogy vallásos és nem vallásos ember, férfi, nő próbáljon meg egymással találkozni. Találkozásokon nagyon fontos hangsúly van, találkozni és beszélgetni egymással, és ami a legszebb lenne, hogy ne csak a zárt ajtók mögött, hanem kijönni a természetbe, mert ez az, ami igazán megnyugtató és lélekemelő. Minden forrás.